Széllampe, Szélja 18. rész Salmelus Szélja, a kierikkáig szolgáló leánya úgy érezte magát, mintha ő is együtt bolyongott volna a kétségbe esett menekülőkkel, és ráadásul hosszabb fogságot szenvedett volna. A háború után még legalábbis két hónapig állandó kábulatban élt. Rettenetes álmok gyötörték, szívesebben maradt ébren, annyira félt az elalvástól. Leggyakrabban Rinnével és Teliniemével álmodott, és különösen az utóbbiról nagyon különös álmokat látott. Szélia sohasem tudja meg teljes bizonyossággal, hogy mit gondol róla Teliniemi Emma a szörnyű eset után. Emmát ugyanabban az időben más megrázkodtatás is érte. Rettenetes, fuldokló rohamok után meghalt gyermeke is. Volt ugyan valami pénze, a zsoldok, amelyeket férje a vörösgárdától kapott, de az ilyen pénzeket szigorú rendeletre be kellett szolgáltatni a fehér parancsnokságra, amely még mindig a templomos faluban székelt. Mikor pedig Teliniemi Emma írtózatos szorultságában kerülő úton igyekezett pénzét értékesíteni, azonnal észrevették, hogy a bankjegyeket a lázadók nyomtatták, és így teljesen értéktelenek. Az emberek azokban az időkben jegyzéket tartottak a zsebükben, és ebben pontosan fel voltak tüntetve azok a számok és jegyek, amelyekről a forradalmi pénzeket föl lehetett ismerni. Teliniemi Emma lelki ereje ekkor teljesen megtört. Lebetegedett, talán még idő előtt elhagyottan szülte meg gyermekét, és majdnem belepusztult az írtózatos vérveszteségbe és nyomorúságba. Ebben az állapotban talált rá az egyik, majdnem éppen olyan szerencsétlen helyzetben lévő szomszédasszonya, aki aztán másoknak is hírt adott róla. Végre megérkezett a diakonissza testvér, és megtett mindent, amit tehetett. Pénzsegét szerzett a szegény gondozó alapból, és hősiesen küzdött a nehéz körülményekkel. Azonban az egyházközségben sok hasonló nyomortanya volt, és a derék diakoniszta testvérnek mindenhova el kellett érkeznie, úgyhogy Teliniemi Emma néha bizony mégis magára maradt. Annyira legyengült ugyanis, hogy a rendesnél jóval hosszabb ideig feküdt gyermekágyat. Egy vasárnap a déli órákban Szélia meglátogatta Teliniemi Emmát. -em a diakonista éppen másút volt elfoglalva, és így Szélia segítségére lehetett a beteg asszonynak. Emmát a betegség és a sors csapások nagyon meglágyították, hosszan és szeliden nézett Szélja szemébe, és feje gyengén mozgott a légzés ütemében. Szélja megállt és nézett, valósággal kitárta a szemét és lelkét Emma előtt. És egyszerre csak mind a ketten elkezdtek sírni, még mielőtt egyetlen szóval is érintették volna az esetet, amely mindkettőjüket olyan mélyen megrendítette. Ó, én szerencsétlen, ó, én szerencsétlen, zokogta Szélja – de mikor én tökéletesen megbíztam a kapitányban, és úgy gondoltam, hogy mégiscsak jobb lesz, ha Teliniemi kiszabadul rettenetes helyzetéből, hiszen bizonyos volt, hogy az élete nem forog veszedelemben. Jaj Istenem, jaj Istenem, miért is nem készítettem elő? Nem szabad bennük bízni, kedves Cília, mondta Emma a ziháló hangon. Tudtam, hogy Cília megmutatta nekik az utat, és átsegítette őket a fronton. Igenis, távetti is tudta, hogy Szélja vezette el a fehéreket, ha nem is történt, akkor Széljának nagyobb baja. És éppen az a két ember gyilkolta meg olyan kegyetlenül az öreg lehtimekit, aki a keresztútnál őrt állott. Nem lehet megbízni azokban, akik fölkeltek a proletárok ellen, és legyőztek bennünket. Ó, milyen szerencsétlenek vagyunk! Fejezte be panaszkodását az asszony, és könnyes szemmel nézett csecsemő gyermekére mégis szívesen engedte, hogy Szilja az ő utasításai szerint összeválogassa a kötéről a száraz pelenkákat, és tisztába tegye az apróságot. Délután a diakonissa visszatérte de egyúttal elmondta, hogy az éjjelt feltétlenül egy tüdőgyulladásos beteg mellett kell töltenie. Ott éppen a fordulatot várják. Szilja ekkor kielentette, hogy az esti munkái elvégzése után eljön éjszakára Emma-hoz. És el is jött, és vírasztott, lelki ismeretesebben is, mint szükséges lett volna. Egész éjszaka, míg a diakonissa újra meg nem jelent. Mikor azonban hétfő reggel hazafelé tartott ki már nagyon gyenge volt. Nem is vette észre, milyen hosszú utat tett meg. Egyszer csak hirtelen megállt és összeborzadt. Hasonló dolog történt vele az istálóban fejes közben. Kis híja, hogy a tehén alá nem fordult. A gazdasszony észrevette és elmagyarázta, hogy Szília, aki szolgálatban áll, nem köteles másokon segíteni. Gondoskodjanak a szegényekről a község vezetői, elég sok pénzt fizetnek erre a célra. Nem ér semmit az olyan ember munkája, aki éjjel víraszt, különösen, ha valaki olyan gyenge, hogy a szél is elfújja. Szélja nem ment el többé Teliniemi özvegyéhez, de bizony azután is sok éjszakát átvirasztott. Álmatlanul feküdt az ágyában, mikor künn a természetben az éjszakák lassan világosodni kezdtek, és meghitt barátként közeledtek a vírasztó magányos lelkekhez. A nappalok is egyre ragyogóbbak voltak, a tavasz és a nyár jelenségei igyekeztek vígasztalni és felvidítani az elgyötört emberi szíveket. Szíliát azonban szokatlanul fárasztották. A gazdaszony már el is mondhatta beszélgetés közben egy ismerősének, hogy a szolgálója, aki régebben meglehetősen jól végezte dolgát, mostanában hanyag és figyelmetlen kezd lenni. Sem Szilja maga, sem senki más nem sejtette még, hogy miről van szó. Szilja köhécselt ugyan olykor-olykor, de nem volt ez igazi erős köhögés, és így senki sem törődött vele, inkább csak amolyan ideges rossz szokásnak tartották, ami ráragad néha az emberre. Szilja arcán volt valami az egyre dúsabb és pompásabb nyár ragyogásából, szépsége még meghatóbb és finomabb lett, és köhécselése szinte kényeskedésnek tetszett, már csak azért is, mert mindig valami kis csengést lehetett utána hallani. Valóban Szilja egész lényében megerősödött és kifejlődött a különös tisztaságnak egy vonása. A piszkos udvar és az országút szélei is begyepesednek és megtisztulnak, a térről maradt piszok pedig felszívódva a pázsitot táplája. Ez a magányos leány szinte légiesé vált. Itt, Kierikában eddig sem közeledett hozzá különösebben senki, de most még jobban elkülönült és eltávolodott az emberektől, mint azelőtt. Esténként a teste megforrósodott. Széli azt hitte, hogy a szobában és kül nagy meleg van, de ha ledobta magáról a takarót, hideg borzongás futott végig rajta. Így aztán ismét magára húzta a takarót, alatt a kedves gyermekkori fekvő helyzetébe zsugorodott össze, és elhitette magával, hogy a világ, amely körülveszi, nem létezik. Annál erősebben összesűrűsödött tudatok középpontjában a maga pillanatnyi létezésének érzése. A testnek ebben az összekuporodott, szinte embrionális helyzetében a lélek is visszahelyeződött ősi állapotába, ki tudja, vajon a lélek mélyén nem rezdültek-e meg a benyomások a születés előtti időből? Legalábbis úgy érezte, hogy sohasem volt fiatalabb vagy idősebb, mint most. Az idő beleolvadt a pillanatnyi létezésbe. Úgy élt most, csukott szemhéjai mögött, szája és keble minden, mintha egyszerre egy időben történt volna. A gyermekkor és az apa, az ifjúság és ifjúságának tiszta, szép emlékei amelyeket a lélek méltóknak tartotta megőrzésre, és végül a legutóbbi események. Lelke azonos érzéssel rezdült meg, ha eszébe jutott rinnéné, vagy telinémi, vagy az a fiatalember, aki megcsókolt a kivilelhede csőrének küszöbén. És végül emlékezetében ismét felszínre került az az egy, akit gondolatai elkerültek az izgalmas, megrázó nap óta. És míg a szervezet sejtjében a láz emelkedett, és a testet álommal határos állapotba gyötörte, mikor a hétköznapi világ egyre mélyebb álomba merült körülötte, és a nyári éjszaka szerint fényben megjelenő szelleme rést nyitott a lélek ajtaján, bár a testi szem lecsukódott, akkor visszatért, kémlelve nézett a távolból, mint ahogy konfirmációja előtt azon a vasárnapra víradó éjszakán a csónakból nézett, jött és szeretett, mint öt évvel később de nem tört össze semmit, hanem mindent megerősített. És most a legutóbbi események mögül néz rá, mintha meg akarná tudni, vajon megérti. e Megértelek, megértelek az új nyáron, ezen a nyáron, amely már itt van körülöttem vagy mindezeken túl ott, ahol kék és arany lángok lobognak, ahol lelked megölelte a lelkemet, és felfoghatatlan, végtelen gyöngét szavakat suttogott. Nem sokára virágzik a rozs, nem sokára kinyílik a kosbor, mert szeretnek, mondta te mosolyogva. Jöjj hozzám! És az álom mélyül. Néhány órán át pihentetni próbálja a szervezet szöveteit, amelyeket mostanában idegen anyag kezdett zavarni. Míg a test egyéb életműködései csökkennek, a verejték kiszorítja a bőrmirigyeiből a zavaró és kimerítő anyagokat, a láz egyúttal leszáll, a lélegzés nyugodtabbá válik, a tüdőkből köhögés tör föl. Az alvó ember egy percre fölébred, észreveszi, hogy kiizzadt, és arra gondol, hogy azelőtt sohasem tapasztalt ilyesmit. Éjfél elmúlt, az óra feletült, nem lehet kitalálni hány óra. A szoba megvilágítása csodálatos, egészen más, mint este. Az ajtó melletti ágyból a béres szuszogása hallatszik. Ez itt kierik a lakószobája. Milyen más, mint a rantóvillában az a kis szobácska, ahol az ablakfáján, ha így fölébredt, vizes pohárban tarka mezei virágokat látott, és az ajtófélfa hasadékából hántott száru berkenyagaj levelei integettek feléje. Nem hasonlít ez a szoba az otthoni lakószobához sem. Ott apja lélegzését hallotta. Egyetlen, ami jó itt, a csend. Az, hogy tökéletesen kiküszöbölődik minden, ami a napi élethez tartozik. És az ébrenlét rövid perceiben az egyetlen, az egyetlen egy nyitott szeme előtt is megjelent. Jött, és el akart távolítani mindent, ami azóta történt. Behatolt a lélekbe olyan boldogíton, hogy a szeme magától ellenszegülés nélkül újra lecsukódott. És ebben a lelki állapotban lepte meg a második, nyugodtabb reggeli álom, és ez az álom éppen olyan jó leső volt, mint gyermekkorának első éveiben, amikor alvás közben is várta már az apa ébresztő cirógatását. De az apa cirógatása mindig a legjobb kor jött, éppen akkor, mikor az álom már magától is szerte foszlott. Ha valamelyik tagjában mégis maradt egy kis álmosság, az apa pompásan el tudta űzni. Újjaival éppen azt a porcikáját simogatta, kenegette és nyomkodta, és közben hamiskásan nyögött, mintha őt magát kenték és gyúrták volna. Erre Szilja frissen kiugrott az ágyból, és kiszaladt a lépcsőre, hogy köszöntse a napsugarat. Ezen a koranyári reggelen a kierikkai tehenek ébresztették föl. Vagy jobban mondva, végül is a gazdaszony ébresztette föl szíját, az utóbbi időben megszokott tréfás dohogással. Különös, hogy mennyire megváltoztál mostanában. Ezen a reggelen, és később is sok más reggelen, Szilja valóban nehezen kelt föl a fejéshez rendes időben 5 órakor. A major meglehetősen távol esett ki és a teljes kocsinak idejében el kellett indulnia. De Szilja most a nyár elején szívesen aludt volna reggelenként tovább, szívesen aludt volna akár nyolcig, de nem alhatott, még vasárnap reggel sem, pedig akkor a béres is majdnem addig hevert, ameddig csak nem átallotta. A lovakat még szombaton kihajtotta a távoli legerőre, ahol hétfő reggelig maradhattak. Kierikáik ugyanis egész nyáron csak egyszer mentek templomba, mikor a rozs virágzása idején úrvacsorát vettek. Így mentek tehát reggelről reggelre. Kierikka, kiség görbelábú gazdasszonya, előre nyújtott fejjel, félig dühös, félig barátságos arckifejezéssel, és mellette elgyengült, hosszú szempillájú szolgálója, aki egy nagyobb és tekintélyesebb ősi gazdaház leányaként született, mentek az istáló udvar felé, ahol részben állva, részben fekve és kérődzve a tehenek várták őket. A barom udvar földjét megszáradt lombhalom takarta, amelyen itt-ott a tavaszi füvet legelő tehén zöldes nyoma látszott. Némelyik lomháb természetű tehén lábszárát és tőgyét is bepiszkította, és ezért vizes edényt és rongyot is kellett vinni. A majorban néha kifogásolták, hogy a kierikkai tej piszkos, és az ilyen tejet levonással számolták el. Szilja nehezen kelt föl, de azután hamarosan magához tért, mert ilyenkor korán reggel a levegő frissebb volt, mint a nap bármely más szakában. Talán azért élvezte annyira az üdereggeleket, mert a lakószoba levegője éjjel rettenetesen megromlott. A szoba eléggé tágas volt ugyan, és rendszerint csak hárman aludtak benne, szélján kívül a béres, és a legutóbbi időkben egy napszámos, de életműködéseikkel tökéletesen elrontották a lakószoba levegőjét. Észrevette ezt a gazda is, mikor reggel bement a lakószobába, és, bár orra folyton el volt dugulva a náthától, a maga hanyagmódján módján néhány mulatságos megjegyzést is tett rá. Mikor Szilja így lábra állt, és teleszívta mellét a millió meg millió virág és levél leheletétől felfrissült levegővel, jól bírta a munkát reggeli idejéig. Közben egy-egy kis dalt is dúldolgatott csendesen. De az asztalnál feltűnt a gazdaszonynak, hogy Szilva jóformán hozzá sem nyúl az ételhez. Hiszen igaz, hogy a háznak haszna van belőle, vannak szolgálók, akik úgy szólván föleszik munkájuk hasznát, hanem az sem volt éppen jó érzés, hogy Cília mindössze egy kevés lefölözött tejet ivott reggelire. Ezt a tejet, amelyel a kocsis éppen ilyenkor érkezett haza a majorból, Kierikában éppen úgy, mint a többi gazdaházban, elsősorban disznók és borjak hízlalására használták. Igaz, hogy a cselédség asztalára is feladták. De azért mindig volt mellette más is, valami olyan, ami erőt ad a dolgozó embernek, burgonya, hering, növényi vaj és mindenek előtt Tápláló roskenyér. Kenyérben igazán soha sem volt hiány. A béres és a szolgáló annyit ehetett, amennyi jól esett. A legfukarabb gazdának vagy gazdasszonynak sem illett, még ezen a nyáron sem, másként beszélni a cselétség bőséges kenyérfogyasztásáról, mint legfeljebb jóindulatú tréfálkozással. És bizony az a béres, aki éjszakáit az ajtó melletti ágyban aludta végig, élt is az ősi joggal. Ha a hering már annyira állott volt, hogy sárgulni kezdett, a növényi vaj pedig megavasodott, akkor ez az ember fogott egy egész kenyeret, amilyenből teljesen kiszáradva, három darab ment egy kilóra, falatonként szájába dugta, minden falatot egy kort lefölözött tejjel csúsztatott le a torkán, és mikor az evést befejezte, felállott és befögött. Szíliára azonban rászólt a gazdasszony. Egyél, lány, egyél, ilyen evés mellett nem lehet dolgozni. Este aztán megint olyan leszel, mint aki hálni jár a lélek. Szélja annyit dolgozott, amennyit csak bírt, még este is, bár a vér egyre erősebben zúgott a fülében, és képzelete már munka közben is azokat a régi időket elevenítette meg, amelyek kezdetben csak lefekvés után az ágyban jelentek meg előtte, mikor már lázas volt. Mintha valaki már az estébe hajló délutáni órákban odasugta volna. Soha sem leszel többé olyan, amilyen voltál. Szélja maga is tisztában volt azzal, hogy soha sem lesz már olyan, amilyen volt, még az a kierikkai élet sem tért vissza, amelyben az ősszel olyan meggondolatlanul belevetette magát. Éjszakái egyre jobban különböztek a régiektől. Esténként a láz magasabbra emelkedett, az éjjeli izzadás és köhögés erősödött. A köhögés feltűnt a béresnek is, aki este erős ivott valamelyik zsellérkonyhoban, és éjfél után fölébredt és kiment. Ha valaki nappal bosszantotta őket, hogy közös szobában alusznak, Szilja tréfás megjegyzéssel ütötte el a dolgot. No, ápo, mit szólsz hozzá? A béres önelégülten csak a vállát vonagatta. Kell lesz is nekem, hiszen tüdőbajos vagy, átkozottul köhögtél az éjjel is. Közeledett Szent Iván napja. Szíria figyelni kezdte a hónap egyes napjainak múlását, a naptárt nézegette és számítgatta, vajon milyen nap volt a múlt nyáron az a nap, ami ezen a nyáron vasárnap. Szombat volt, az meg az a szombat és minél többször személyre vetette a gazdasszony figyelmetlenségét és erőtlenségét, annál gyakrabban és annál hosszabban időzött szélja a múlt nyár emlékeinek birodalmában. És hogy milyen időket és eseményeket élt át újra azokban az éjfél előtti órákban, amikor elkerülte az álom, és testét a láz forrósága sorvasztotta, nem tudhatta meg senki. Lelkében egyre jobban elidegenedett ettől a háztól. Hogy is tudott egy egész téli időszakat átélni itt, hosszú hónapokat, majdnem nyártól nyárig? Egyre jobban belevetette magát lelkébe a rantóvilla és a múlt nyár emléke, mintha itt mérges gázok folytogatnák, és csak ott szívhatna tiszta levegőt. Az a gondolat, hogy még egyszer visszatér rantóba, valósággal belegyökerezett a tudatába. Egyetlen pillanatra sem tudott szabadulni tőle tapogatózni kezdett a gazdasszonynál, vajon ellátogathatna-e egyszer múlt nyári szolgálati helyére. Ha reggel idejében elindul, az esti fejésre már itthon is lehet. Ha a gazdasszony elengedne Szent Iván napján, az volna a legkellemesebb, mondta Szélja. Szent Iván napján sehova sem mehetsz, felelte rá a gazdasszony. A gazdával együtt úrvacsorát veszünk, te pedig itthon maradsz, és megfőzöd az ebédet. A gazdasszony ezt olyan hangon mondta, hogy nem lehetett rá semmit sem szólni. Később mégis meggondolta magát. Szent Iván napja ebben az évben szombatra esik. Másnap vasárnap van. Akkor elmehetsz, ha kedvet tartja. Most már ki volt tűzve Szélja szép nyári látogatásának a napja. Többé nem is ment sehova. A várakozás különös erőt adott, bár a testmelege esténként már magas lázzá emelkedett, és éjfél körüli álmában a professzor széles nevetéssel a haját cibálta, és bár a hajnali izzadás egyre jobban kimerítette, reggel mégis vidáman kelt föl, és a lakószoba bűzéből kisietett a szabadba, az illatos nyári reggelbe, hogy megfelje a teheneket. Nem kívánt semmi rosszat ennek a háznak, bár semmi sem fűzte hozzá. Ide érkezett, és itt élt, de nem törődött a környezetével. Valahova el kellett mennie, valahol élnie kellett. Ez a ház is délre esett attól a helytől, ahol múlt nyáron élt és szolgált, délebre volt, mint rantó. Most mégis visszavágyott éjszakra, néha talán még rantónál is éjszakabra, szíveribe, vagy az egykori apai kunyhóba. Ilyen messzire már soha többé nem jutott el, de a rantói látogatás nagyon szép és tartalmas élménye volt. Azon a reggelen nem kellett célját ébrezgetni. Mikor a gazdasszony az istáló udvarra érkezett, már az első tehenet fejte hangos ének szóval. Ejnye, ejnye, de ennek a látogatásnak, csak aztán rosszul ne végződjék, jegyezte meg a gazdasszony, aki nehezen tudta elviselni mások örömét és jókedvét. Csak ugyan rosszul végződött, de most reggel még minden olyan szép és jó volt, amilyen csak Szent Iván napja utáni vasárnapon lehet. Csendes, száraz idő volt, még a reggeli harmad sem érzett. A gazda, aki a tornácon állt és a levegőt szimatolta, azt jósolta ebből, hogy később esni fog. De most az ég felhőtlen volt és meleget sugárzott. Nem lehetett tisztán látni, hol kezdődik az ég, a levegő annyira telítve volt enyheverő fényel. Mikor Szélja elhagyta a házat, s már elhaladt az utolsó Kierikkához tartozó épület, a rettenetes emlékű szalmapajta mellett is, hosszú ideig a nap, a levegő, a föld, és a föld növényei voltak az utitársai. Az erdőt átszelő szekérutat zöld pázsit nőtte be, a kerékvágások között jól látszott a lópatájénak nyoma. Az út egy-egy pontja olyan szép volt, hogy le kellett ülnie. Üldögélés közben igazi vasárnap reggeli hangulat fogta el. Teljesen tisztába öltözve indult útnak, ruháiban még benne volt a ruháskamra tiszta, friss szaga. Maga is megérezte, eszébe jutottak az évzáró ünnepélyek kislánykorában mikor az erdőn keresztül a szomszéd faluba érkezett, ahol már sejtelmesen érzett útjának végcélja, örömmel látta, hogy a leányok ott is világos, nyári ünneplő ruhában sürögnek, forognak az udvarokon, és templomba készülődnek. Akadt közöttük ismerős is, aki mosolyogva biccentett fejével jó reggelt. Ebből a faluból a domb lábát megkerülve száraz szekérút vezetett abba a faluba, amelyen valósággal uralkodott a szép nagy rantóvilla de a dombot egyenes ösvény szelte át, és szélja ezen indult el fölfelé. Az emelkedő út kifárasztotta, megint meglepte a fájdalmas, hirtelen kimerülés, térde elernyett, szája kiszáradt. Magasan a domboldalon egy házikó volt, egy özvegyasszony lakott benne a leányával, Szilja sokszor vásárol törlük tojást. Most ott is érzett az ünnep, a kunyhó szürke oldalfalát beragyogta a nap. Az almafa ágai közül biztatóan nézett rá az ismerős ablak. Valahol a kakas nagyot kukorékolt a szép vasárnap reggel tiszteletére. Lentebb fedett kút is látszott, körülötte buja, tavaszi bozót burjánzott. Szíliának eszébe jutott, mennyire dicsérte a professzor a kukkulai kútvizét, és kifejezte azt a véleményét, hogy ez a kút valahogyan összetartozik a horhanoljai forrással. Ez volt az a forrás, amelynek közelében éjjel viola virult. Célja betért a kunyhóba, hogy megnedvesítse kiszáradt torkát, néhány percre megpihent a lépcsőn, és elbeszélgetett az özvegyel és a leányával a tavalyi nyár és az idei tér eseményeiről. Megtudta tőlük, hogy a professzor egész forradalom alatt rantóban tartózkodott, a kisasszony pedig először helsinki volt, és sok viszontasság után csak a háború vége felé érkezett ide, hogy segítségére legyen az apjának. És az a fiatal úr, aki olyan szép volt és vidám, így fejezte ki magát az öreg Severina, arról a fiatal úrról nem lehet tudni semmi bizonyosat. Némelyek azt mondják, hogy elesett, mások azt állítják, hogy súlyosan megsebesült. Még egyszer sem találkoztam Laura kisasszonynal, hogy megkérdezhettem volna. Ő bizonyosan tudja, hiszen azt beszélték, hogy a múlt nyáron jó barátságban voltak egymással. Ez a kunyhón nem éppen a domb tetején feküdt, de az udvarán már látni lehetett azokat a fenyőket, amelyek a domb tetejéről a legmesszebbre ellátszottak. Szilja ismét útnak indult, az ösvény egyre ismerősebb volt. Végre elérkezett a domnak arra a helyére, amelyre legjobban emlékezett. Kis tisztást nyílt meg előtte, a fák és a bokrok úgy szólván félrehúzódtak, hogy az érkező szabadon élvezhesse a szép vidéket, amelyet innen maga előtt látott. A legérdekesebb az volt ezen a helyen, hogy a föld a legkönnyedebb lépésre is jól hallhatóan döngött. Az egész kis területet fű nőtte be, és ez a fű mindig sárga volt. El sem lehetett képzelni, mikor hajtott ki. A tisztáson keskeny ösvény vezetett át, jól ismerte mindenki, aki arra járt. Az utas, aki hallotta a föld döngését, nem állhatta meg, hogy készakarva is ki ne próbálja. Megállt és toppantott a lábával, mint a gyermek, aki fölfedezte a visszhangot, és újra, meg újra hallani akarja. A kitűnő kukolai kútvíz úgy felüdítette szílját, hogy önmagán mosolyogva, ő is megállt és toppantott lábával. A leány napsukaras mosolya talán már az eléje tároló szép kilátásnak szólt. Ott állt régi helyen a rantóvilla. A régi színek, a sarkoknak és a tetőknek a régi vonalai. A jól ismert nyírfával benőtt földnyelv, benyúlt a napsütésben csillogó vízbe. Ezt a földnyelvet Szélia sokszor összehasonlította az otthoni kunyhóhoz tartozó földnyelvel, amelynek végén egyszer, konfirmációs növendék korában, a vasárnapra víradó éjszakát nézte, és a csendet érzékelte. Most innen a döngő domtetőről megint jól látta a rantói földnyelvet. A hajlásában ott van a szauna, a sütőkonyha, a beépített üst, de ezek nem látszottak ide. Mégis pontosan tudta, milyen a vasárnap reggeli napsütésben, milyen a rézüst szaga. Néha vasárnap reggel is elhaladt mellettük, ha éppen arra felé volt dolga. Az ösvény lefelé haladt a lejtőn a legközelebbi gazdaház csőréhez, majd betorkolt a falu útjába. Ez az út is lejtős volt, mindkét oldalon vöröses zöld rozsvetések hullámzottak. Egyre ismerősebb volt a vidék, egyes helyeken már emlékek fűzöttek. A völgy hajlás mélyén rájött Szélja, hogy a kulmalai domb magasabb, mint képzelte. Milyen magasan feküdt innen nézve az a tisztás, amelyet sárga muhar borított, az a tisztás, ahonnan olyan jól lehetett látni, mi történik rantó tájékán és a kikötőhídon. Szélja jól tudta ezt, innen nézett szét akkor, amikor a többiek a kikötőhídon a hajót várták. Az út ismét emelkedett, és rantó másnak, még ismerősebbnek tetszett. Feltűnt már a keresztút is, ahol határozni kellett. Rantóba menjene, vagy talán Kulmalába. Szilja megállt. Körös körül a szántóföldeken nem volt senki, legfeljebb rantó ablakaiból láthatta valaki, de ettől nem félt. Mégsem rantó felé folytatta a útját, hanem balra fordult, és nem sokára Kamrátték udvarára érkezett. A cselétház lépcsőjén két ismeretlen férfi ült, és rajtuk kívül még a féleszű alle a vadon erdő mélyéből. Erről az öreg zsellérről Szília is tudta, hogy egyetlen fiát, egy szintén kisé együgyűnek tartott úr, a fehérek bevonulása után a mocsár szélén agyonlőtte. Az öreg élettelen, apró szemével elkísérte szélját egészen a vén almafáig, ahonnan már kulmala is látszott. Az öreg ember csak nézett, és olyan volt, mint a mérhetetlen szomorúság, öntudatlan szimbóluma. Még ki kellett nyitni és be kellett csukni a kulmalai sövénykaput, Szilja jól emlékezett a zárkezelésére, ott rántotta meg, ahol éppen kellett, hogy bezáródjék. A májusfa és a havasi ribiszke ott álltak őrhelyükön egy évvel öregebben, de éppen olyan napsütötten és meddőn, mint tavaly. Azután még egy darabig sima ösvény, és már hallatszott is a pianino hangja. Lájni zongorázott valami nagyon zajosat. Azt a pedált nyomkodta, amelyik vadzúgással kíséri a játékot, a tulajdonképpeni dallamot csak éppen sejteni lehetett. A leány olyan lelkesen játszott, hogy a vendéget csak akkor vette észre, amikor már bent volt a szobában. Köszöntek egymásnak, és nézegették egymást. Ez a két leány, aki most szemben állt egymással, egy év leforgása alatt nagyon megváltozott. Lajni látta a háború cselekvőit és cselekedeteit, azon a télen nagy leány lett belőle. Szilja most eszébe jutatta a tavalyi nyarat. Szíriával kapcsolatban új megvilágításban tűntek fel emlékezetében bizonyos dolgok, amelyeket akkor megfigyelt, de nem értett meg. Mind a ketten érezték, hogy elidegenedtek egymástól. Szófia nem volt otthon, de bizonyosan nem sokára hazajön, talán rantóba ment. Szélia nem tudta, mit kérdezzen Lainitól, és Laini sem tudta, miről beszéljen széljával. Laini csak áldogált, és megint helyet változtatott, és Szilja sem igazán csinált egyebet. Szilja köhög? kérdezte Lajni. Egész tavasszal köhögtem. Felelte Szilja, és egyik ablaktól a másikig ment, s a tájékot nézegette. A múlt évi helye helyén most takarmánynő. Szilja kiment, hogy közelebbről is megnézze. Lajni eltűnt a konyhában. A jól ismert tavalyi tyúkok kotkodácsoltak az egyre égetőbb napsütésben. Az istáló udvar sövénykerítése is a régi volt, s a régi rozogakapu állt most is nyitva. Az istáló környékén megszállat rágya és alomszaga érzett. A fejő edények ott álltak a takarmánykonyha ajtaja mellett a deszkán. Szélia rátámaszkodott a sövénykerítésre és nézelődött. Egyedül. Senki sem szegődött hozzá társul, csak egy fecske suhant el mellette, és közben felsikított, mint egy megerősítéséül mindannak, amit Szélia maga is észrevett. Mindez nagyon közönséges jelen volt, a múlt hangulatából alig ha idézett föl a lelkében egyebet, mint azt, hogy ő maga nem a régi. Megint érezte az izzadást megelőző könnyű fáradtságot. Milyen távol volt minden? Mi volt tulajdonképpen a múlt nyáron átélt élet, és mi ez a mostani? Mindennek vége. Itt semmi esetre sem találom meg azt, amire vágyottam. De hiszen a tavalyi nyár sem volt tulajdonképpen más, mint vágyódás. Most, amikor visszagondolt itt rá, úgy érezte, hogy akkor sem kapott meg mindent, csak éppen megsejtette a boldogságot. Nem úgy folytatódott, mint ahogy megkezdődött. Alig kezdődött meg. Miért is nem voltam olyan, miért is nem tettem úgy, miért nem mentem vele, miért nem követtem, miért engedtem ki a kezemből a boldogságot? És miért okozott az elmúlt tél olyan nagy változásokat az egész világon, hogy semmit sem lehet megtalálni abból, ami azelőtt volt? Bizonyára ezek voltak szília élete utolsó szakaszának legszomorúbb percei. Ezek a percek, amelyeket itt élt át a kulmalai istáló udvar kerítéséhez támaszkodva, míg Sofia távol volt, Lajn pedig a konyhában foglalatoskodott. A leány azután kiegyenesedett és nézegetni kezdte a távolabbi házakat, amelyek a faluból ide látszottak. És eszébe jutott, amit a házakban lakó emberek sorsáról hallott a tél és a tavasz írtózatos napjaiban. Rágondolt az egyik gazdaház barna hajó fiára, bátortalan volt, és olyan szépen tudott mosolyogni. Szíria tudta, hogy egy gyárvidékről származó, orosz katonának felcsapott munkás egy kényszerfuvarozás alkalmával az erdőben agyonlőtte. Csak a fehérek bevonulása után hozták elő onnan a megfagyott holtestet. És eszébe jutottak a szavak, amelyeket egy beszélgetés alkalmával hallott. No, elfogták aztán a fehérek kilpi fiát? Elfogták bizony. Tamperében került horogra. És mi történt vele? A kaszárnya falához állították, és főbe lőtték. Visszagondolt a Tontila Oszkaréra is, és azokra az apró élményekre, amelyek Oszkarihoz kapcsolódtak. Nyugodtan, szinte jó lesőn emlékezett most ezekre. Még a tontilai látogatására is, amelynek emlékétől eddig mindig szabadulni akart, még arra is szinte megnyugvással gondolt. Oszkari meghalt, és emberi értékét most semmi sem homályosította el a leány emlékezetében. Míg Szélja kulmala udvarán járkált és emlékezett, érezte, hogy róla mélyen megfeledkeztek, és hogy ő maga valahogyan csak tévedésből maradt itt, az új, idegen nyárban. És ez az érzés egész nap fogva tartotta. Szófia hazajött rantóból, és rendkívül megörült Széljának. Nagyon melegen üdvözölte, és szemére hányta, hogy nem gondolt korábban erre a falura. De egyúttal egész viselkedésében volt valami idegenszerű, nem volt többé az a múlt nyári Szófia, aki célja hálás szívvel olyan forrón megölelt, amikor összeszedte a holmiát rantóban. Szófia bármilyen barátságos volt, a nap folyamán egyre távolabb került tőle. Tehetetlen szánalom árnyékolta be Szófia arcát, ha a múlt nyári szép leány szemébe nézett. Ennek okát csak hazatérés közben az erdei úton értette meg Szilja, amikor a füvet pirosra festette ráhulló vére. Ugyanolyan kifejezés volt a professzor tekintetében is, amikor Szilja később meglátogatta Szofiával, és csodálatos módon a professzor sem magyarázott semmit Szíliának. Az öreg úr különben is erősen megváltozott, szomorú volt és sokkal csendesebb. Nagyon megöregedett. Mikor Szíliától készorítással elbúcsúzott, nem tudta leplezni megindultságát. Szívből ragaszkodott ehhez a gyermekhez, és tisztában volt azzal, hogy utoljára látja. A professzor lelkében az utolsó hónapokban sok minden összeomlott, és most elmegy ez is, ez a szegény leány, akit a tavalyi nyáruton maga ápolt, és aki nyakába kapaszkodott, amikor a borogatásra fektette. Laura kisasszonynal is találkozott Szilvia és Szofia, bár jól ismerte a helyzetet. Szíljára való tekintettel mégis néhány nagyon átlátszó kérdést intézett Laurához. Ebben a tekintetben még a múlt nyári Sofia volt. A fiatal armasz? Igen. Ezeket a szavakat használta Laura kisasszony, és azután arcán a régi, rejtélyes kifejezéssel elmondta röviden azt, amit Szofiának már régebben is elmondott, de amit Szilja, Szofia különös arckifejezése miatt nem mert megkérdezni tőle, és amit Sofia sem mert négy szem közt elbeszélni Szíliának. A fiatal Armasz, igen, súlyosan megsebesült, és most kórházban fekszik. A szegény fiúra nehéz sors várt. Tavaly nyáron alig, hogy elment innen, elvesztette anyját, és most, igen, most elvesztette legalábbis az egyik lábát, és majdnem a féltüdejét. Azután Sofia és Szilvia visszatértek kulmalába. Laini még zongorázott is új indulókat a háború idejéből. Az egyiknek vadász induló volt a címe, a másiké szép karjala. Míg Laini látszott, Szófia a szöveget mondogatta. Szélia egyre határozottabban érezte, hogy ezeken a tájakon nagyon halványan él az, amire ösztönösen itt keresett megerősítést. Vissza kell térnie, mert mindaz, amire vágyódott, már csak az ő saját lelkében él. Abban kell mindent tovább ápolnia.